Sziasztok, itt vagyunk akkor a Big Bang Theory következő részében, és innen fogom folytatni. Direkt ketté vettem a videót, mert egyrészt nem akartam kilépni, kettő meg nem akartam, hogy a másik túl hosszú legyen, de szerettem volna velük eljönni dolgozni. Ó, hát ezt ilyen jól megcsináltuk, ez nagyon jó. Ó, mert itt van Volovic is. Vagy igen, már ő is itt van, de jó. Aha. Hát először is vele kéne beszélgetned a robottal, nem tudom miért oda mentél egyből. Nem tudom, mindig éhes vagy. Nem vettem nekik ide egy automatát, hogy ne kelljen mindig. Tudom, mit is gyakorolni kell neked a programozás, azért szeretném nekik az életcéljukat majd elérni. Ha jól tudom, itt megnézem, de most mindenhol megnézem, mert hogy ugye régen játszottam velük, hogy normálban van a... Igen, átlagos és csak az aktív háztartás. Oké. Okay. Jó. Utána még ehetsz, mert utána, hogy egyen egy gyors ételt, mondjuk. Van még más is? Sajtos sonkás szendvics. Nem tudom, miért akar mindig oda menni, hát... Hát... Meg akartam nézni, mik vannak még itt, hogy sátrat tettem, csak hogy aludni lehessen. Aha. Akkor ezeket még nem alakítottam át. Ha itt van Rajesh. Itt van Volovic. Csak tudjátok, itt Sheldon nem látom. Gondoltam, hát ha edz. De nem. Tehát ide leülhetsz, ugye? Ülj le ide, nyugodtan. Nem kell neked állva enni. Ha szóval Sheldon késik a munkából is. Nem hozhatom át. Aha, hát. Akkor a Sheldonnak ez nagyon kifog, nagyon bosszantó lesz, mert hogy ki fog akadni ezen. Jó, akkor törődj magaddal. Ha most átváltok, akkor innen kijövök, ugye, és ezt nem szeretném. Jaj, gyere, tusoljál, már lehet, hogy egy ilyen... Vagy neked nem kell még? Amúgy hanyas? Ó, te még nagyon... Ó, te még nagyon az egyen vagy. Ó... Általában itt van Amy Farrah Fowler is itt van. Analizálj egy gyümölcsöt. Született csak le utána mindet. Volt egy olyan egyéb... Ként. Ó, itt is van valami. Nem is tudtam. Aha. Akár ezt meg lehetne csinálni szobának. Itt is van. Ó, van egy csomó minden, amit át lehet alakítani. De jó. Van Émi? Jó, és akkor csevegjél vele egy picit. És akkor utána meg analizálunk egy növényt. Az jó lesz. De ő mindenki a helyedbe jönnek. Mi van neked ott? Ah, pont elment. Hát valahogy kikerült, de milyen szépen kikerült, jöttél mi, és olyan ott kikerült. Hát úgy látom, hogy itt sem ártana valami díszítést tenni, mert eléggé sivár. Tudom, hogy a munkahely nem egy. De azért valami tapétát igazán tehettek volna. Én teszek valamilyen tapétát. Csak gondoltam, kipróbáljuk ezeket a
ablakokat is legalább. Jó, hát ennyi elég. Nem azt mondom, hogy hú de nagy dizájnt csináltam, de most egyelőre teljesen jó, hogy legalább legyen annyira kopasz. Jó, hát ez akkor egy kicsit most ugye Lenődről fog szólni. Gyakorold az analizálást egy kicsit. A növény jobb minőségű, mint aminek elsőre tűnt. Amúgy lehet, hogy ezekkel gyorsabban fölmegyünk, mint hogyha... Penny, te... Tanulj mesterséfektől inkább, szerintem. Biztos nem árt neked. Akkor gyere kísérletezgessél. Egy kicsit, aztán meg valami szintetikus ételt tudsz utána kavarni? Szerencsére tud. Most egy picikével mi most bennmaradunk sokáig, olyan sokkal úgy se kell. Ó, kapott is egy fejlesztői alkatrész, ilyen robotost. Ú, tényleg, itt még csinálhatnánk robotot is. Megtanulhatnának a robotot csinálni. Várjunk, csak ki is fog tenni egy robotot. Vagy azt akár otthon is csinálhatnák. Nem baj, ide is teszek egyet. Ugye, amikor ide jönnek, akkor itt is tevékenység, jártasság. Jó, mindegy, ne húzzuk az időt ilyennel. Teljesen jó ez így. A lényeg, hogy megtaláljam, hogy ne felejtsem el majd, hogy ide is lehet jönni, majd ilyeneket csinálni. Oké, te készen vagy, és akkor keverj szintetikus ételt. És akkor utána majd megint elmész, ha azon eljött. És akkor megint oda megyünk egy analizálásra. Elemet. Udvarja, nincs lehet elemünk. De ez egy elem. Akkor de van. Kollekció. Hát remélem, hogy elég lesz erre az idő. Remélem egyébként, hogy örültök, hogy így visszajöttök, mert most még sem, nyilván nem tudom, hogy milyen volt ez a visszajelzés. Nem tudom még. Egyszerűen nem akarok hülyeséget mondani, mert mikor eldöntöm, hogy hogy akarom felrakni a sorozatokat, mindig adódik más, meg mindig máshogy történik, ezért most nem is ígérem. Majd ahogy sikerül, nyilván valószínűleg biztos vagyok benne, hogy egy héten azért legalább minimum 3 videó fel fog menni, de inkább 4. Ugye haladjunk a sorozatokkal. Ó, sikerült közben Leonardnek. Mit talált? Ja, már csak le kell tesztelnie majd. Ó, majd leteszteled. Jó, majd utána ez tök jó lesz, majd meg is ihatod. Jó, éhes lesz ettől, hogy minden bajod lesz, de nem baj, ez már úgyis a végén lesz. Hogy nincs számlátok? Meg nincs fel... Jó. Hát úgy látszik, hogy itt mindenki teljesen ki van ezen most bukva, hogy... Hát... még véletlenül sem odamész. Mert most ott a fürdőszoba, ott ugye nem szabad, ugye te ide jössz, fogsz pisilni. Vegyél egy zuhanyozzál le, tök mindegy, miért veszel, csak zuhanyozzál le. És akkor majd utána, egyébként szerintem az ő hűtőjébe is van valami kaja, tuti. Vegyen maradékot. Oké, te hogy állítasz? Te itt megakadtál. Ó, ne! Aha. Nem tudom, hogy te sikerült fölmennie, de ettől a, ugye ettől a doboztól nem tud lejönni. Mert akkor itt is ezeket eltesszük az eszköztárba. Hát nem tudom, néha ilyenek történnek, vannak ilyenek, hogy így a... Na még egyszer. Jó. Oké. Ne haragudj, most már értelek, hogy miért történt, ami történt.
Sheldon, te még mindig fönt vagy? Vagy mindig alszol? Hú, ez meg már meg is romlott, nagyszerű. Meg ez is megromlott. Van valami kaja a hűtőbe egyébként? Ah, vegyem maradékot, szuper. Akkor kell menned dolgozni. Veled is elmehetnénk, és akkor ez, mit tudom, ez a nap, most ez a sorozat arról szól, hogy most elmegyünk velük. Ugye Pennyvel nem tudunk. Milyen ruhában vagy? Ugye ja, ne edd már meg, Penny. Takarítsd el. Jó, és akkor itt kis etyepetyét gondoltam, hogy attól majd mind a kettőnek, mindenkinek nagyon jó lesz a kedve. Ön most elment, igen, valahoz, valakihez elni. Nem baj, te meg közben takarítsál. Nagyon rendes csaj vagy, Penny. Nem jellemző rád ez. Oké, őt. Megfigyelem. Neki jó legyen, és akkor összpontosították, tehát úgy kell menni, hogy összpontosítottan ki, de most amúgy pont összpontosított, nem tudom mitől lett összpontosított, de valamitől nagyon. És egyébként, ha összpontosítottan, akkor veszek ide nekik még egy sakkot, bár van nekik fönt egy sakk, nem? Vagy ettől nem tudom, mi lehet. Lehet, hogy ettől is összpontosítottá tudnak válni. Hú, Penny milyen lelkesen megy. Ja, te, hogy te itt csináltál kaját? Értem. Ja, tényleg nem tudjuk leszedni addig a ja, leszedem a díszeket, amíg amúgy a dobozt betehetném valahova máshova is, nem muszáj lenne hozzájuk. Egyébként meg a fát is mondjuk. Itt tudom, én akár ide is tehetném ide a fát. És akkor ezt meg így ide. Na. Egyébként ide is bejárhatnának. Meg lehet csinálni. Ha lehet, megcsinálom. Gondolkoztam, hogy akkor lehet, hogy majd előbb-utóbb de költöztetni valakit. Készen. Na. Jó, csak sikerül, csak lassabban működik. Oké. Remélem ti azért. Ó, milyen jó kis postaláda van itt. Most is körbenézzünk egy kicsit, mindjárt. Jó, mik vannak itt. Egy kicsit ilyen, nekem ilyen, ó, milyen jó, azt hittem ablakok, de nem, konténerek, ilyen munkás negyed. Nekem ez ilyen, igen, nagyon is munkás negyed ez a város, ez az alapváros. Ott van a város. Szemmesúnó, gondolom, ez azt akar jelenteni. Arra meg, tudom, egy dzsungel van, vagy én nem tudom. Jó, hát ti mentek a dolgotokra. Aha, hát jó, hát ő pont ott van, ahol lennie kell. Nagyszerű. Két óra múlva. Figyelj, ne, tehát ne menj el. Jó, mi az, ami neked nagyon kellene? Jó, hát inkább oda menjél. Úgyis mindjárt megy dolgozni. És akkor elmegyünk vele. Csak az ilyen munka. Nézzük, hogy ő milyen sikereket ért el. Nem is tudom, hogy ő hanyason van, ő is az egyesen, ő kettesen van, nagyon jó, ő ifjú barkácsolóvá fog válni. Igen, hallom már, hogy Pennyék azok alkotnak. Mit értünk el? Logika szintet. Wow, tényleg, hát ezt így is el lehet érni.
Jó, meg gyors, meg... Oké. Jó lesz, hagyjátok abba és menjél dolgozni. Lenőr, te is menj el dolgozni, gyors. Az a baj, nem fogom tudni irányítani csak egyik kölyüket, és most akkor ugye ővele szeretnék elmenni. De jó. Ne. Nem Sheldonnal jöttünk ide, de miért nem? Megint Lenőrrel jöttünk ide. Aha, és nem is tudom átváltani. Lehet, hogy később érzékelte a gép. Hát, pedig ez tök jó lett volna, most ő elmegy aludni. De jó. Aj, pedig olyan jó lett volna. Gondoltam, hogy ne elkezdem őt is itt majd robotokat csinálni. Ugye, mert hogy Sádorra jellemző, hogy ugye robotokat. Na, hát akkor nem tudsz aludni, akkor kapsz kis besegítést. Hát egy kicsit most így elszontyolodtam ettől. Hol vagy? Inspirált lett vagy? Jó, akkor gyere és eszközt találd fel az eszközt. Jó, most már jónak kell lenni, most nem foglalkozok a szükségleteiddel. És akkor még legyen egy, majd egy ötletviharod is utána. De általában eljött, de... Sheldon nem itt dolgozik? Mert hogy én itt nem látom. Émi. Mindenki itt van, Holovic, mindenki, de én Sheldon nem látom. Úgyhogy valami titkos barlangban van lent, itt. Nem. Tanit előléptették, de jó mosogató pozícióban, muszegény mosogathat rendesen. Na, nem baj, de legalább előléptették. Ötletvihar. Na, néztem el, mit nézzem még rajta. Ó, milyen síralmas zene. Aha, lehet van egy kis beakadás, ma mindjárt. Nézzük, még egyszer megnézettetem vele, hát hogyha... Jó, kikapcsoljuk. És akkor... ötletvihar. Mindegy, mert úgy is megy haza, aztán talán sikerül a leghamarabb, meg az viszi fel a legmagasabban. Nyilván ezek a gépek. Nem tudom egyébként, még megmondom őszintén, nem tudom, hogy hogy terveztem. Jó, és akkor szerintem én most át is váltok, de mindjárt vége lesz a munkának.
Tehát nem terveztem azt, hogy hol lesz vége ennek a sorozatnak. Azt gondolom lehet akkor, amikor hát vagy valami nagy áttörés fog keletkezni, vagy meghalnak, szóval így körülbelül ennyi. Hát vagy megunom. De nem, azt nem úgy szeretném. A megfelelő munkát végzett, ez is több, mint a semmi. Hát ő meg itt főz. De mert mindenki éhes, takarítsd el akkor. Szerintem te sem menjél most máshogy, te is gyere ide. És akkor itten ehetnétek is. Remélem jót főzöl. Jó, és akkor ezt így... Ne is te. Megfőzik és itt hagyják. Jó, akkor tudjátok, hogy csak beteszem ide. És fölviszem. A lakásba. Hol van az asztal? Gyere csak... legyen egy alkalmi teríték. Terítsetek meg, szépen leültök enni. Most egy gyors ételt akar venni. Jó, hát vehet. Csak nem tudom, kinek az inventoriába tettem be. Itt is van egy kaja, de szerintem ez már nem... Aha, ez már nem jó. Akkor a tiédben van? Igen. Vegye fel a felszolgálást. Hát nektek nagyon jó lenne egy... amúgy lehet, hogy fogok is... mindjárt üljél le. Te mit csinálsz? Te hol vagy? Te megint alszol? Te miért a Penny ágyába alszol? Szeretem, mikor így együtt tesznek. Beszélgethetnétek például ti ketten. Mondjon humoros történetet. Te meg is etted? Vegyél te is egy adagot. Jó, és akkor utána elmehetsz aludni. Befejezted. Ó, fáj szegének a feje. Aha, hát ez kb. Eddig tartott. Na jó, akkor ezt a részt most itt abba is hagyom. Köszönöm szépen, ezt a részt megnéztétek, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő résznél. Sziasztok!